Százat élő már itt van a stúdióban, jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Jó reggelt. És az új filmedről, az Örök tél című filmről fogunk beszélni, aminek a bemutatója most lesz nem sokára. Február 25-én. Igen, mennyire izgulsz? Már túl vagyunk a díszpremiéren, meg a sajtóvetítésen, úgyhogy az első visszhangok azok nagyon jók, most már rá van bízva a közönségre, hogy ők hogy szeretik. Nagyon-nagyon érzékeny a téma, amihez hozzányúltatok. Ugye már csak azért is, mert ugye ez pont egy olyan téma, amit egyébként a filmben látogatók gondolom, hogy külön kezelnek mindig. Amikor azt látjuk egy filmnek az elején, hogy igaz történet alapján, vagy megtörtént események alapján, sokkal jobban behívhatják. Nem ilyenkor a rendezők, vagy a filmkészítők a mozikban a nézőket. Mert hát ez a magyar történelmnek egy jelentős része, vagy egy fontos része. És ráadásul, hogy nem dolgozták még föl játékfilmen, tehát nekünk ez nagy felelősség volt, hogy dokumentumfilm már készült a témában, de effektíve, ugye mondjuk ez a Málenki robot, tehát a témája a filmnek, és ezt az orosz vagy a szovjet gupfi gulág táborokban zajló életet még nem mutatta be senki, úgyhogy ez egy nagy vállalás volt a részünkről. Hogy jött a forgatókönyvírás? Hogyan álltatok neki ennek a jellegű munkának? Ugye hiszen számtalan történet volt, ami a rendelkezésetekre állt. Köbli Norbert forgatókönyvírónak már volt a fiókjában egy alapanyag, amit a Havasi János írt, a saját édesanyjának a történetét egy családregényben megírta, egy fejezet foglalkozik ezzel az epizóddal, és ebből aztán felgöngyölítettünk egy történetet, és több száz túlélő visszaemlékezéséből összegyúrtunk egy képet, hogy mi, hogy zajolhatott ott az élet. Hol forgattatok? Merre? Főképp Magyarországon, ugye Fóton volt már egy tábor rendelkezésünkre, amit átalakítottunk, hogy ez egy láger legyen, és valódi bányában is forgattunk, Felsőpetényben, ami éppen bezárták, de még betehettük a lábunkat, úgyhogy izgalmas volt. Ugye a szereplőknek a visszaemlékezését olvasva a forgatásra, de Csányi Sándor mondta azt, hogy neki kifejezetten rá kellett készülni, hogy kellett neki egy fél-egy óra csönd, mire ebbe a szerepbe vissza tudta magát helyezni. Lelkileg vagy fizikailag volt ez nekik nagyobb megpróbáltatás? Mert azért volt, aki mondta, hogy fizikailag se volt könnyű. Én szerintem mind a kettő. A Csányi Sanyi például fogyott 15 kilót a szerep kedvéért, és azért voltak olyan körülmények, amikor hóban gyalogoltak, korabeli cipőben, az pont 10 másodperc a tázikát, és akkor még egy egész napot kamera előtt töltöttek. Amúgy éjszakánként mesztelen jelenetek voltak, főleg a lányoknak, és azért mínusz 5, mínusz 10 fokban ez megterhelő lehet. Mi megpróbáltuk ugye megóvni az egészségüket, de ez a fizikai szenvedés, ez átjön az alakításaikon, és természetesen lelkileg is megterhelte őket a szerep. Nap mint nap elmerülni ebben a világban. Aki visszajött ilyen kényszermunkatáborból, olyan látta a filmet? Igen, és illetve olyan ember jött hozzánk oda, akinek a nagyapja vagy az apukája elmesélése alapján pont ez a kép állt össze benne, úgyhogy ő nagyon hálás volt. És hát eléggé megrázza a nézőket, tehát hogy én nekem nagyon jó érzés volt, ha lehetek ennyire pervez, azt látni, hogy folynak a könnyek a film végén a nézőtéren, úgyhogy megpróbáltuk a lehető legpopulárisabban, egy univerzális témában egy szerelmi történetet állítottunk a középpontba, hogy minél befogadhatóbb, minél univerzálisabb legyen ez a téma. Az emberi túlélés ugye az egy ilyen ösztönös dolog, de egyébként tényleg az elmesélések alapján mi volt az, mi köszönt hozzátok vissza, amivel valakinek vagy néhány embernek sikerült ezt túlélni? Hát ugye itt a Csányi Sándor karaktere tanítja meg a főszereplőnőt arra, hogy ne érezzen, ne a remény haljon meg először, és akkor, ha úgy van vele, hogy itt soha nem megy innen haza, akkor talán túléli. De a film pont erre cáfol rá, tehát hogy fontosak az ember egymás iránt érzett érzelmei ahhoz, hogy ember maradjon valaki a pokolban is. Miért tartunk most ott, hogy egyre több ilyen téma kerül a nyilvánosság elé? Ugye például Mészáros Márta filmje, az Aurora Borealis pedig a szovjet katonák által elkövetett erőszakot helyezi a középpontba, és ez a téma is feldolgozatlan. Hát ez egy ki nem beszélt tematika, ami most már nagyon-nagyon megérett arra, hogy történeteket meséljünk róla, minél többet. Aztán azért van, mert hogy mondjuk az unokák, gyerekek generációja könnyebben szembenéz ezzel, mint aki maga átélte?
Igen, ráadásul akik hazajöttek, nem beszélhettek róla. Tehát gyakorlatilag megtorlások áldozataival, vagy kiközösítették őket, hogyha beszéltek erről a témáról, úgyhogy ilyen szájhagyomány alapján, tényleg csak a családon belül sutyorgások alapján terjedt az évtizedekig, és most jött el az idő, hogy azt gondolom megnyíltak ezek a csatornák. Említetted azt ugye, hogy már ezt a történelmi jelenséget, ugye nagyon sok dokumentumfilm feldolgozta, nagyon sok beszámolót lehetett ezzel kapcsolatban olvasni, de ilyenkor egy játékfilm, egy nagy játékfilm, az mivel tud többet adni? Hát talán annyival, hogy egy történetet állít a középpontba, egy átélhető történetet, egy főhőssel, és azzal a főhőssel megyünk érzelmileg, mint néző, és ezáltal egy picit nem kívülről szemléljük az egészet, hanem be tudunk kerülni ezek közé, a kerítések, falak közé, át tudjuk élni azokat a körülményeket. Szakmailag nagy kihívás volt ez a színészeidnek, akikkel együtt dolgoztál? Nagyon, de nem csak nekik, hanem a stábnak. Tehát, hogy ezt a szenvedést visszaadni, ez hamar rájöttünk, hogy lehetetlenség. Igen, pont ezt akartam kérdezni, hogy a casting mennyire volt egyértelmű, vagy volt klasszikus casting? Mert mondjuk volt. Csányi Sándor nem biztos, hogy az embernek így eszébe jutna. Volt, a Gera Marina alakítja a női főszerepet, akit nem nagyon ismer a nagy közönség, és szerintem fantasztikusan játszik. Csányi Sanyi pedig nagyon ellene megy annak a karakternek, amit korábban eddig megszokhattunk tőle, úgyhogy egy nagyon érdekes kettős lett. És pont ezt mondtam egy órával ezelőtt, amikor említettük, hogy ez a beszélgetés fog majd következni a mai adásban, hogy hát persze nyilván ez nem feltétlenül a korának köszönhető, hogy megy előre, és fogyasztja az éveket, de őt jót lesz valószínűleg látni egy ilyen típusú szerepben, vagy ilyen jellegű szerepben. A feldolgozás, a képi világ megkívánta részletekről valami újfajta megközelítést? Hát mi úgy voltunk vele, hogy mivel ez az első film ebben a témában, muszáj, hogy ezt mi nagyon tisztán, egyszerűen, közérthetően fogalmazva meséljük el. Nem lehet rögtön formabontó nyelvi, vagy képnyelvi, filmnyelvi megoldásokhoz folyamodni. De hogy mint például az 1945-nél ott jött egy fekete-fehér verzió, hogy nálatok... Hát az is egy olyan témát, tehát olyan témát, amit már láttunk korábban, azzal lehet kísérletezni. Ugye Saul fia is megmutatta ezt, hogy amit már ezerszer láttunk, azt 1001-re is meg lehet mutatni, ha újféleképpen közelítjük meg. Ezt a témát először látjuk, tehát hogy megpróbáltuk minél klasszikusabban, minél befogadhatóbban megcsinálni. Köszönjük. Mondjuk azért szépen, azt el, én azért szeretném, a Duna TV lesz, így van. Lesz látható. Duna TV, este 9-től. Köszönjük szépen. Én köszönöm.